fordulnak. Műsorral köszöntötték a lengyeli óvoda megújult tálaló konyhájának ünnepélyes átadójára érkezőket. A Magyar Falu Program jóvoltából elnyert összegből a külsőségek mellett a víz és a villanyhálózat is megújult, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Itt lengyelen 19 óta körülbelül 370 millió forintos összberuházás történt különböző projektekre. Most éppen az óvodai étkezőnek az új vagy felújított konyháját adtuk át 7 millió forint értékben. Jó volt látni a gyerekeknek a műsorát. Az ünnepélyes átadó alkalmával a település polgármestere elmondta, hogy saját forrásból csak állagmegóvásra jutott eddig. A továbbiakban is kihasználnak minden olyan pályázati lehetőséget, ami megújulást hozhat, fogalmazta meg a település vezető köszöntő beszédében, aki hangsúlyozta, a közel 50 éves tálaló konyhára ráfért már a felújítás. A csempék töredezettek voltak, nem volt megfelelő a világítás, és most ezzel a kis pénzzel egy nagyon modern kis konyhát tudtunk csinálni. A gyerekek nem is használják, de viszont az itt dolgozóknak egy sokkal kényelmesebb körülmények között, meg egy nyugodtabb munkavégzést tudunk így biztosítani. Az energia takarékosság jegyében pedig 25 cm-es szigeteléssel is ellátták a födémet a lengyeli tálalókonyhán.